A készenléti rendőrség határvadász állománya egy év alatt 3000 fősre bővült. A létszám feltöltése, a technikai feltételek megteremtése csaknem 100 milliárd forintos keretből valósult meg. Szeretném kijelenteni, bejelenteni. Az illegális migráció nem szűnt meg. A nyugat-balkáni útvonalon több ezer ember várakozik arra, hogy illegális módon bejusson az Európai Unió területére. Az illegális migránsok, az embercsempészek módszert váltottak, új útvonalakat alakítottak ki, amit mi előre tudtunk és számítottunk rá. Ezt mondta Papp Károly altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, a készenléti rendőrség nagykanizsai határvadász bevetési osztályának elhelyezésére szolgáló objektum ünnepélyes átadásán. 309 határvédő nyerhet elhelyezést a mai kor minden igényét kielégítő objektumban. A térség országgyűlési képviselője szerint a bázis megnyitása a kormány helyes migrációs politikájának bizonysága. Ahol azt mutatja egy ország, egy állam, egy független állam, amelyik meg akarja védeni a saját polgárait, meg akarja védeni a saját határait, hogy ha kell, akkor erővel fogja megvédeni az államnak a határait, arra felé az embercsempészek nem viszik a bevándorlókat. A műveleti célú épület mellett egy másikban minigarzonokat alakítottak ki, lehetővé téve, hogy a pályakezdő rendvédelmi dolgozók akár párjukkal vagy családjukkal kezdjék meg szolgálatukat. A bázis működtetése munkahelyeket is teremthet. Van egy új létesítmény. 300 embernek ad lehetőséget, ad munkát, de remélem, hogy nem csak a határvadászoknak, azért polgári személyzet is kell egy ekkora épületnek a működtetésében, karbantartásában, tehát egyfajta lehetőség. A készenléti rendőrség nagykanizsai határvadász állománya a délnyugati határvidék őrzését látja el elsődlegesen, azonban bevethető a térség közbiztonsági feladatainak ellátására is.